A bélflóra vagy bél mikrobiom olyan ökoszisztéma, amely a vastagbélben és a vékonybél alsó szakaszában található. Egyedülálló környezetet alkot, amelyben milliárdnyi mikroorganizmus talál otthonra, mint például baktériumok, vírusok, gombák és egyéb mikroszkópikus élőlények. Ez a sokszínű és bonyolult mikrobiális közösség számos fontos szerepet játszik az egészségünk megőrzésében és fenntartásában. Videónkban most a bélflóra funkciója és egészségének helyreállítása kerül bemutatásra, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek iratkozz fel csatornánkra és lájkold like videónkat! A bélflóra több fontos funkciót lát el szervezetünkben. Elsődleges feladata a tápanyagok lebontása és felszívódásuknak elősegítése. Különösen igaz ez azoknál a tápanyagoknál, amelyeket az emberi emésztőrendszer nem képes megemészteni. Emellett segít a vitaminok és ásványi anyagok termelésében, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek az egészségünk szempontjából. Nem utolsó sorban a bélflóra részt vesz az immunrendszerünk kialakításában és szabályozásában is, valamint védelmet nyújt a kórokozókkal és más káros mikroorganizmusokkal szemben. Sajnos azonban a modern életmódunk és az egészségtelen táplálkozás káros hatással lehetnek a bélflóránkra. A helytelen étrend, a magas cukor és zsírtartalmú ételek fogyasztása, az antibiotikumok túlzott használata, illetve a stressz és a környezetszennyezés mind-mind olyan tényező, amelyek hozzájárulhatnak a bélflóránk egyensúlyának felborulásához. Végső soron pedig ez a bélflóra sérüléséhez és egyensúlyának felborulásához vezethet, ami negatív hatással lehet az emésztésünkre, az immunrendszerünkre és az általános egészségügyi állapotunkra. Az elmondott tényezők után jogosan merül fel a kérdés. Mit tehetünk Bélflóránk egészségének helyreállítása érdekében? Jó hír, hogy több, már bizonyítottan hatékony módszer létezik, ami neked is segítségedre lehet, ha szeretnéd Bélflórád egyensúlyát hatékonyan javítani. Elsőként mindenképpen jó megoldást nyújthatnak a probiotikumok. A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, amelyek segítenek helyreállítani és megerősíteni a bélflórát. Ezeket a probiotikumokat általában étrendkiegészítő formájában vagy fermentált ételekben találhatod meg, például joghurtban, savanyú káposztában vagy kombucsában. A probiotikumok mellett jó megoldást kínálhatnak továbbá a prebiotikumok is. A prebiotikumok olyan rostok, amelyek táplálékú szolgálnak a hasznos baktériumok számára a vastagbélben. Gyakran olyan élelmiszerekben találjuk meg őket, mint a hagyma, a fokhagyma, a banán, az appehely vagy a csicsóka. Az ezekből az élelmiszerekből származó rostok végső soron pedig segíthetnek elősegíteni a jó baktériumok növekedését és szaporodását a bélflórában. A bélflóránk helyreállításában életvitelünkkel kapcsolatos tényezők változtatásai is sokat segíthetnek. Az egészséges és kiegyensúlyozott étrend kiemelten fontos szerepet kap ezen a területen is. Érdemes kerülnünk tehát a feldolgozott élelmiszereket, a cukrot és a finomított szénhidrátokat. Helyette mindenképpen javasoljuk, hogy fogyassok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiölésű gabonákat és egészséges zsírokat. Következő tényező, amiről érdemes néhány szót ejtenünk, az a stressz. A hosszú távon fennálló stressz az egyik legveszélyesebb tényező, ami nem csak a bélflórád egészségét teheti tönkre, de akár más területeken is okozhat maradandó károsodásokat. Pontosan ezért fontos, hogy megtaláld a módját a stressz csökkentésének és kezelésének. Ebben nagy segítséget nyújthatnak a különböző meditációs technikák, a jóga, a rendszeres fizikai aktivitás vagy a kognitív viselkedés terápia. Utolsó lépésként érdemes néhány szót ejtenünk az antibiotikumokról is. Az antibiotikumok használata szükséges lehet bizonyos fertőzések kezelésében. Azonban fontos, hogy csak akkor alkalmazd őket, ha valóban szükségesek. Itt mindenképpen érdemes tudnod, hogy a túlzott antibiotikum használat károsíthatja a bélflórád egészségét. Pontosan ezért, amikor antibiotikumos kezelésre kerül sor, akkor a legtöbb esetben az orvosok probiotikumok szedésével javasolják kiegészíteni, annak érdekében, hogy a bélflórád egyensúlya megmaradjon. Végezetül elmondhatjuk, hogy a bélflóránk egészségének megőrzése egy rendkívül fontos feladat, amit semmiképpen sem javaslunk elhanyagolni. A bélflóra egyensúlyának helyreállításában fontos szerepet játszanak a pro és prebiotikumok, illetve olyan életmódbeli változtatások, mint az egészséges étrend követése, illetve a stressz hatékony kezelésének elsajátítása. Ennyi volt már a videónk, és a tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold ezt a videónkat, és bátranozd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed még egyszer, és hamarosan újra találkozunk!